Közösen tartott sajtótájékoztatót a Bajnóca Néptánc Egyesület, a Bihar Tánc Együttes, a Berettyó Kulturális Központ, valamint Berettyói Faluváros önkormányzata. A rendezvényen a két néptánc együttes vezetője bejelentette, hogy a két berettyói falui együttes a jövőben közösen egyesületként fog működni. Bónec János alpolgármester elmondta, hogy már régóta hiányzott egy egységes kép, ezért volt szükség az egyesülésre. Berettyóújfaluban csak nem fél évszázados múltra tekint vissza a szervezett néptánc élet. Bak Istvánné kezdte el Ildikó néni még az 1970-es évek elején, az akkori hármas számú általános iskolában szakkörként kezdte el tartani ezeket a néptánc találkozókat, foglalkozásokat, majd abból nőtte ki magát a számos hazai és nemzetközi eredményt elérő Bihar Tánc Együttes. Nyilvánvaló, hogy az évtizedek alatt több generáció felnőtt más-más igényekkel, lehetőségekkel egy valami azonban megmaradt közöttük, a néptánc iránti elkötelezettségük, szeretetük. Az, hogy Berettyóújfaluban hányan kötődnek ehhez a műfajhoz, személy szerint elég nehéz lenne megszámolni, a környező településekről is sokan táncolnak Berettyóújfalu valamelyik csoportjában. Ez egy fontos közösségi tevékenység, de művészi mivoltából fakadóan természetesen a nyilvános szereplések, fellépések a város rendezvényeinek színvonalát is nagyban befolyásolják. Illetve az egységes városimázsnak is fontos része az elengedhetetlen városunk életében. Lisztes Éva, a Nadányi Zoltán Művelődési Ház vezetője szerint most ért meg az egyesülés gondolata. Ezáltal egy intézményesített hátteret kap az egyesület, ezzel is segítve a háttérmunkálatokat. Jó néhány évvel ezelőtt formálódott bennem a gondolat, hogy a kevesebb több lenne. Tehát ezt a nagyon sok néptánc csoportot kellene valahogy egy közös ernyő alá hozni, talán intézményi hátteret is adni mögéjük, ami intézmény nagyon sokat tudna segíteni a háttérszervezésbe a csoportoknak. Én már tudtam, mert hogy nekem személyes barátságom kötődik a Bihar Néptánc Együttes jelenlegi vezetőjéhez, Bak Judithoz. Tudtam, hogy Juditnak már voltak ilyen gondolatai. Ezen gondolatok mentén elindulva, tavaly évben találtam azt ki, hogy a Majálisra a két néptánc csoport egy közös fellépéssel szerepeljen. Az első pillanatban nagyot nézett a két néptánc csoport vezető, hogy hűha, mi is lesz ebből, de aztán nagyon jól sikerült ez a fellépés, és köszönte nekem a két csoport vezetője, hogy egy közös produkciójuk lett. És akkor érlelődött ez a dolog, a kovász az megkovászolódott, és ebbe az évben eljutottunk oda, hogy tud mit bejelenteni a két néptánc csoport vezető. Bak Judittól, a Bihar Tánc Együttes vezetőjétől megtudhattuk, hogy valóban régóta érlelődött benne az egyesülés gondolata, és a közös munka során érezhető volt az összhang a két csoport között. Ez az érlelődés tulajdonképpen, ahogy Éva mondta, már két éve megkezdődött, amikor én felhívtam Ébet ezekkel a gondolatokkal. Majd a rákövetkező évben jött a felkérés a május 1-i műsorral kapcsolatban, ami mégis egy meglepetés volt nekem, és egy kicsit úgy meghökkentem. De aztán elindult az összedolgozás, és már a próbák alatt kovácsolódott a két csapat. Majd azt hiszem, hogy nem csak számunkra volt kellemes ez a műsor, hanem a város lakossága, laikusok és hozzáértők számára is nagyon jó élmény volt azt a rengeteg táncos színpadon látni. Ekkor még jobban érlelődött az a bizonyos kovász, és most arra ért meg. Már tavasz óta, illetve már télen ezen gondolkoztam. És ez hál' Istennek egy olyan folyamat volt, ami egyszerre történt meg, és ez az egészben a pozitív, hogy Renibe is, és bennem is egyszerre, az Éva támogatásával. Itt közel, ahogy számoltunk a múltkori kis egyesülés alkalmával, 150 emberről van szó, felnőtteket, gyerekeket beleértve. A felnőtt tánc csoportunk nekünk 2013 óta működik, inkább a táncházakra és az eredeti anyagok tanulására álltunk rá, míg Reniék a szerepléseket, a bemutatkozásokat vállalták. Ezeket a felnőtt tánccsoport tagok számára üzenem, hogy mindent meg fogunk oldani, tehát mindenki megkapja azt, ami az ő igénye, aki szeretne szerepelni és képviselni Újfalut, fog rá lehetőséget kapni, aki csak a tánctanulást vállalja be életkora vagy egyéb okok miatt, ő azt fogja kapni.
Turzó Renáta a Bajnóca Néptánc Egyesület vezetője szerint a közös művészeti munkát nagyobb erővel tudják majd végezni, és továbbra is folytatódnak a Bihar Tánc Együttes által elindított táncházak, valamint megkezdődik az általános iskolákban az alapozó oktatás is. Az egyesülés annyiból fog állni, hogy a csapat Bajnóca Néptánc Egyesület néven fog tovább munkálkodni, viszont a felnőtt csoport megkapja a Bihar csoport nevet, hiszen mindenki a Bihar Néptánc csoportból kezdett el tanulni táncolni, és ugye mindenki ahhoz köthető, jó magam is. A többi csoportban, a vezetőkben a Biharos Gábor és Barbara fog nekünk segíteni, a Kökölcsin csoportban Csarkó Erika és jó magam, a Boróka csoportban Jakab Barbara és én, a Cserbóka csoportban Fészdel Gábor és Turzó Boglárka fog dolgozni, a felnőtt csoportban pedig Király Sándor és én. Emellett szeretnénk a táncházas vonalat is megtartani, amit úgy gondolunk, hogy a város életében egy hatalmas színfolt, és ezt is ugyanúgy Sándor, Gábor és Barbara fogja havi rendszerességgel elvégezni. Emellett szeretnénk, hogyha a fesztivál is megmaradna, ugye évről évre bővül ennek a repertoárja, egyre több látogatója van a fesztiválnak, és szeretnénk, hogyha a városi iskolák is ezt támogatnák, hogy a gyermekeknek a néptánc szakkörrel megalapoznák azt a néptáncoktatást, amit mi majd később tovább tudunk vinni a csoportokban. Egy jó kis alapozó menne az általános iskolákban, szakkörformájában, és azok a gyerekek, akik erőt éreznek magukban, hogy heti többszöri rendszeres alkalommal szeretnének táncolni, esetleg több helyre eljutni, minősülni, azoknak pedig a csoport, az egyesület közös erővel ad lehetőséget nekik. Bízunk benne, hogy ez a folyamat elindul, és lesznek még más csoportok is, akik csatlakoznak hozzánk, hiszen együtt erősebbek vagyunk, és kell az, hogy a városban a gyerekek azt látsák, hogy egy erős közös csoport van, egyfele lehet tartani. Idén városunkban szintén megrendezzük a Berettyó Nemzetközi Néptáncfesztivált harmadik alkalommal. Idén is augusztus 18-án és 19-én lesznek a programok. 18-án este 7 órától a Városi Kabosendes Sportcsarnokban lesz a gálaműsor, ahol a résztvevő csoportok, valamint hazai és városunkbeli csoportok fognak fellépni. Augusztus 19-én 14:30-kor kezdődik az utcai felvonulás, majd a főtéren, a Szent István téren ér véget a felvonulás. A Facebookon és egyéb oldalakon meg lehet találni a felvonulásnak a menetét, ahol különböző csoportok 5 percben fogják előadni a produkcióikat. A Szent István téren lesz a gála 17:30-tól este 8 óráig, amit majd a Péter Szabó Szilvia koncert fog követni. Annyit szeretnék még ehhez hozzáfűzni, hogy idén szeretnénk kibővíteni a felvonuló fellépők mellett azt a réteget is, akik szimpatizálnak, akiknek tetszik a fesztivál, és úgy gondolják, hogy a népi kultúrával, a népművészettel szimpatizálnak, azok kövessenek minket rollerrel, babakocsival, biciklivel, és jelezve ezt a szimpatizálást egy kék szallaggal a karjukon. Szeretnénk, hogy ez a tömeg még nagyobb legyen, és lássuk azt, hogy Újfalu is aktív részes ennek az eseménynek. A felvonuló csoportok ugye a Berettyóújfalui Bihar Néptánc Egyesület, Bajnóca Néptánc Egyesület, Baraboly Néptánc Egyesület, a Szél Rózsa Földesről, a Létavértesi Villongó Néptánc Csoport jön, Kabáról a Mennykő Néptánc Csoport, emellett teret kapnak a székelyek, az Urusos Néptánc Csoport Oroszhegyről, külföldi vendégeink lesznek idén az észak-ciprusiak, mexikóiak, albánok, csehek és a törökök. Lisztes Éva a Szent István napi rendezvényeket is ismertette. Az elmúlt évek hagyományait követve augusztus 19-én kezdődnek a Szent István napi rendezvények Berettyóújfaluban. 4 órától Pál Dénes műsorát hallgathatják, tehát amíg a néptáncosok vonulnak a városban, addig a tér sem marad üresen, majd a táncosok megérkezése után a néptáncosok fellépése, valamint este 8 órától Péter Szabó Szilvia élő koncertje, és az estét tűzijáték fogja zárni a Szent István téren. Augusztus 20-án szintén az elmúlt évekhez hasonlóan a Nadányi Zoltán Művelődési Ház Bihar Vármegye képgalériájában kiállítást fogunk nyitni. Ebben az évben Blaskó Sándor szobrászművész kiállítását nyitjuk. Előtte 10 órától a római katolikus templomban Rákóczi Jenő plébániai kormányzó mond misét, majd 11 órától a művelődési házban ünnepi beszédet mond Muraközi István polgármester és Blaskó Sándor szobrászművész kiállítását nyitjuk. A kiállítás megnyitó után kenyérszentelésre kerül sor.
A sajtótájékoztatón a harmadik Berettyó Nemzetközi Néptáncfesztiválról és a kapcsolódó rendezvényekről is beszéltek.